131 lámpással emlékeztek a két évvel ezelőtti katalán függetlenségi népszavazásra a katalán nemzeteszme egyik legfontosabb helyszínén, a Montserrat kolostornál. A fények Katalónia eddigi elnökeire és ezzel a régió 660 éves önkormányzatára utaltak. Bár végül nem sikerült kivívni a függetlenséget, a szeparatisták nem adják fel. Október 1-e a fény és a szabadság volt, de egyben a katalán köztársaság alapításához vezető, megállíthatatlan folyamat kezdőpontja is. Ezért nagyon fontos ez a nap. Október 1-e a szabadság, a testvériség és a szolidaritás, mondta a régió elnöke Quim Torra. A két évvel ezelőtti népszavazáson az elszakadás pártiak győztek, és a katalán kormány később ki is kiáltotta a régió függetlenségét. A spanyol hatóságok viszont törvénytelennek nyilvánították a szavazást, és a rohamrendőrök meg is próbálták leállítani azt. A kialakult összecsapásokban majdnem 500-an sérültek meg. 12 szeparatista politikus került börtönbe, köztük az akkori elnök Carles Puigdemont. Lázadással és a közjavak elherdálásával vádolták meg őket. Mind azt gondoljuk, hogy a katalán vezetők ítélete nagyon szigorú és rendkívül igazságtalan lesz, mondta az egyik megemlékező. A spanyol kormánynak beadott javaslatnak foglalkoznia kell azzal a megaláztatással, amitől generációk óta szenvedünk. Ez nem folytatódhat így. A politikusoknak le kell ülniük és meg kell egyezniük néhány kulcsfontosságú kérdésben. Szerintem az a kiindulási alap, hogy beszéljenek egymással, magyarázta egy másik. Bár az önálló Katalónia kikiáltásának napja most távolabbinak tűnik, továbbra is sokan bíznak benne, hogy egyszer elérkezhet.